A korábbi évek hagyományának megfelelően a Pipacs Vadászkürt Egyesület fanfárjával indult a vadászok bora verseny tegnap a Szent Hubertus Parkban. A nyitó ünnepségen tört el polgármestere Godó Tibor helyezettel koszorút a szobornál, majd pedig Újházi György köszöntötte az eseményen megjelenteket. Amikor megálmodtam, hogy ez ne ipari terület legyen, és ne egy elhanyagolt terület legyen, akkor ez egy szép álom volt, akkor nagyon sokan mellém álltak ebben a dologban, civil szervezetek, stb. Úgy érzem, hogy ez az álom, ez gyakorlatilag most vált valóra, hiszen pontosan ilyen rendezvények és pontosan ilyen helyszínnek szántam volna ezt a dolgot. Dr. Csáki András polgármester nyitó beszédében a civil közösségek megtartó erejére hívta fel a figyelmet. Minden olyan rendezvény, mely a közösséget építi, az egyben a adott várost, és hát a nemzetet is építi. Az ilyen kis civil közösségek azok, amelyek biztos támpontot adnak a jövőt illetően. Olyan közösségek tudnak ilyen alkalmakkor összejönni, amelyek mindenkor számíthatnak egymásra, akik egy-egy ilyen összejövetel alkalmával a világ dolgait meg tudják beszélni, akik számíthatnak a másikra, hogyha bajba kerülnek, és ezért nagyon fontos minden ilyen rendezvény. A gasztronómiai és borversenyt idén új helyszínen, a Vadász és Természetrajzi Múzeumban tartották. A rendezvényen felszolgált ételekhez a nyersanyagot a vadásztársaságok ajánlották fel. A hideg vadpástétomokat, valamint a változatos meleg vadételeket az Ungvári László Kereskedelmi Iskola diákjai készítették. A zsűri elnöke Polgár Zoltán Villányi borász volt, aki elmondta, a versengő rozé és vörös borok, mint különleges zamatú nemes italok voltak. Emellett a fehér borokat külön is méltatta. A fehér nagyon erős mezőny volt, és tulajdonképpen egy kis olyan volt, ami kicsit úgy megbicsaklott, de a többi az szerintem vadászgyomor, az összes 11-et nyugodtan befogadná, ez biztos. Nagyon sokat jelentett a 19-es évjárat, úgy gondolom. A technológia is javul, finom fajélesztőket használtak már a kollégák, úgyhogy én nagyon jól érzem magam, mert igazán szép borok vannak itt, és ez a rendezvény megérdemli, hogy erről beszéljenek az emberek. Elég régóta itt vagyok már, a Gyuri meghívását teljesítem, és hát egyrészt nagyon, nagyon becsülöm az ő közösségi munkáját. Ez a helyszín is különlegesen jól sikerült, külsőségekkel az egész rendezvény, ahogy ez megindult. Vadászszívet is megdobogtatta ez a jó kis kürtszó, ahogy kezdődött. Hozzátette még, a vadászat és a borászat igazi összetartó közösséget formál, amely életben tartja a hagyományokat. A borok mellett a hideg és meleg vacsora fogásait is értékelte a szakmai zsűri. Úcsai Tibor kiemelte, a diákok különlegesen finom vacsorát készítettek. Szép munkát végeztek, akár még ha azt mondom, hogy most is ugye itt vannak, és még a tevőlegesen ugye csinálják a munkájukat. Idén az őszpörköltet találták a legízletesebbnek puliszkával. A borok közül pedig Kökény és fia Fischer küvé vörös, valamint Fischer parti rozébora és Arany Zsolt zöld veltelini fehér bora kapta meg az elismerő Vadászok bora címet, amelyet egy éven át viselhetnek.